a tolmásod Molnár Ferencnek, aki vállalta azt, hogy az angol nyelv helyett, mint csatorna, direkt lengyelből fordítja a szövegét. Én köszöntöm a delegációt. Még bencsé magfalom, Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jöztem, Jaroszlavsztok Csőszki! Jestem Jaroslav Struczyński, Kasztel Angielski. Jaroslav Struczyński vagyok. Jestem Kasztelvalen Zamku Gniewiec. A gniew várának a parancsnoka. Jestem też poruszczykiem chorągwi husarskiej jego miłości pana Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego. Ugyanakkor a tengermenti, tehát a pomorzsei huszár zászlóalnak is a képviselője vagyok, parancsnoka vagyok. Struk Marshall megbízásából. Jestem również potomkiem jednego z największych rodów magnackich Rzeczypospolitej. Az egyik legnagyobb lengyel mágnási családnak a leszármazottja is vagyok egyben. W mojej rodzinie są wielcy dowódcy, biskupi, senatorowie. Az én családomban számos ismert püspök, szenátor és parancsnok. A nade wszystko święty Stanisław Kostka. És mindenek előtt Szent Kostka Tivadar. Patron polski i polskiej młodzieży. Aki a lengyel fiatal, a lengyel ifjúság védőszentje is. Jestem zaszczycony, że mogę stanąć dzisiaj przed wami. És nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt állhatok önök előtt. Moje życie dzisiejsze, az életem, jest przepełnione historią. Az életem ma történelemmel van telítődve. Pewnie ze względu na moich przodków. Minden bizonnyal az őseimre való tekintettel. Ale wszystko miłością do ojczyzny naszej. De mindenek előtt a hazaszeretet miatt. Jeżeli ktoś kocha Rzeczypospolitą, ha valaki szeret, ha valaki nek kedves a lengyel közt, a lengyel nemesi köztársaság, a Zsecsposzpolita, akkor annak számára ugyanolyan kedves kell, hogy legyen Magyarország is. Dzisiaj stając przed vami, és így önök előtt állva, chciałbym wam przekazać garść historii. Szeretnék átadni nektek egy csokrot a történelemből, której to początki sięgają tenger. Amely történelem kezdetei Magyarországig is elvezetnek. Polska huszária, a lengyel huszárság, powód do dumy Polaków, Litwinów i Węgrów. Nagy büszkesége a lengyeleknek, a litvánoknak és a magyaroknak is. Nie ma drugiej takiej formy wojskowości w historii świata, jak polska huszária. Nincs még egy ilyen katonai formáció a világon, mint a lengyel huszárság. Nie byłoby polskiej huszary, gdyby nie znaki pancerne i lekkie. I piechota. És a lengyel huszárság nem létezne, nem lenne lengyel huszárság, ha nem lennének a lengyel páncélingesek és a lengyel gyalogság. Bo historii polskiej wojskowości ten związek z Węgrami jest tak wielki, który ukazuje, iż potęgę można uczynić tylko wtedy, kiedy ma się u boku braci. És a lengyel hatalmi, a lengyel hatalom csak akkor jöhetett volna létre, ez a lengyel nagy hatalom abban az időben, csak úgy jöhetett létre, hogy testvéreink voltak. Oczywiście dla Polaków huszária stanowi główny element historycznej dumy. És természetesen a lengyel huszárság a mai lengyelek számára a történelmi büszkeséget jelent. Tak naprawdę huszária jest tylko takim wyjątkowym elementem ukazania tej dumy. De maga a huszárság ez csak egy különleges eleme ennek a büszkeségnek, ennek a lengyel büszkeségnek. Jeden z hetmanów powiedział taką bardzo ważną rzecz. Az egyik lengyel hetman, tehát a királyi hadvezér egy ilyen fontos dolgot említett. Potęga Rzeczypospolitej opiera się na kawalerii.
a lengyel Zsecsposzpolita, tehát a lengyel nemesi köztársaság hatalma a lovasságon alapul. Ale kavalerija, sytuacji, w której Rzeczypospolita liczyła prawie milion kilometrów kwadratowych, służyła do tego, żeby zdobywać terytoria. Viszont a lengyel lovasság arra szolgált, hogy amikor a lengyel nemesi köztársaság nagyhatalmi korszakában az 1 millió négyzetkilométer területet is elérte, arra szolgált, hogy újabb területeket szerezzen. Ale tak naprawdę dowódcą, hetmanem może być ten, który zna obroty sprawy wojny pieszej. De csak az lehetett hetman, tehát királyi hadvezér, aki ismerte a gyalogsági hadviselési módozatokat is. Huszárió, pokonasz wroga, dojedziesz do granic Rzeczypospolitej. Huszársággal meg lehet győzedelmeskedni lehet az ellenség felett, el lehet jutni a nemesi köztársaság határáig. A jeżeli chcesz utrzymać miasto, gród, provincję, musisz to zasadzić na piechocie. Viszont, hogyha szeretnéd megtartani azokat a városokat, azt az erődöt, azt a falvakat, akkor a gyalogságra is szükséged lesz. Zatem pozwólcie, iż ja przedstawię ten czynnik bojowy główny. Engedjétek meg, hogy én bemutassam ezt a fő hadászati tényezőt. Ale moi bracia pokażą, jak trzymać Rzeczypospolitą w garści. Az én testvéreim, kollégáim pedig bemutatják azt, hogy hogyan lehet ezt a nemesi köztársaságot megtartani, egyben tartani. Zatem opszyjmy się teraz o współczesną technikę i obejrzymy kilka zdjęć. Akkor most a legkorszerűbb technikán alapozva nézzük meg, hogy nézett ez ki valójában. Huszária, powód do dumy Polski, Litwy i Węgier. A huszárság, amelyik a büszkeség, amelyik a büszkesége Lengyelországnak, Litvániának, de Magyarországnak is. Nie byłoby polskiej husarii, gdyby nie dzielni synowie narodu węgierskiego. Nem létezne a lengyel huszárság, ha nem léteznének a büszke gyermekei Magyarországnak, a magyar hazának. Kiedy Turek zajął już zaczął część Bałkanów. Amikor a török elfoglalta a Balkánoknak nagy részét. Wielu zacnych bojów udało się na służbę do Rzeczypospolitej. Sok számos kiemelkedő katona a Balkánokról Lengyelországba talált menedéket. Pierwsi zaczęźni Węgrowie, Serbowie również, pojawili się na służbie Rzeczypospolitej w końcu wieku XV. Az első olyan csoportok, akik megjelentek a lengyel hadseregben a 15. század végén már, Szerbia területéről és Magyarország terület és a királyi Magyarország déli területeiről származtak. Ich obecność była tak ważna? Miért volt olyan fontos az ő részvételük? Jest schyłek średniowiecza. A középkor leáldozóban van. Odchodzi do lamusa główna forma wojskowości na zachodzie Europy w użyciu kawalerii z kopiami, rycerskimi. Leáldozóban van ugyanakkor a klasszikus középkori hadviselésnek a kopjás vitézi hadakozási mód. A lengyelek is ugyanennek a trendnek a hatása alatt voltak. Ale pojawiają się jako żołnierze zaciężni nasi bracia z Węgier. De megjelennek a magyar Magyarországi Magyar Királyság területéről a magyar katonáink. Mit tesznek ők? Przywracają do świadomości polskiego rycerstwa, że kopia może być dalej istotną bronią w wojnie. Felhívják a figyelmet arra, hogy a kopja ismét egy komoly hadi tényező lehet, ismét lehet használni hadászati célokra. Ale w pewnym sensie jest to dla wszystkich Polaków zaskoczenie. De egy bizonyos pillanatban, ebben az időben ez a lengyelek számára ez egy újdonság volt, meghökkentő volt. Hiszen abban az időben a kopja egy páncélozott nehéz lovassághoz kötődő
fegyver nem volt. A naši bratia Spengler stavajú jako jastadek. A mi testvéreink Magyarországról pedig mint könnyű lovasság érkeztek. Nem używają zbroi. Nem viseltek nehéz páncélt. Lekkie odzienie. Könnyű. Könnyű viselettel bírtak. A régi vitézi hagyományokból csak a tárcsa, csak a pajzs maradt, és a kopja maradt. Pierwszy regest broni huszárskich z udziałem raców huszarzy węgierskich pojawia się w roku 1503. Az első hivatalos forrása 1503-ból származik, amikor Rácz vitézeket említ a lengyel krónika. Widzicie teraz polskiego huszarza z początku wieku 16. A 16. század feléből láthatjuk most a képen ezt a lengyel huszár. On się niczym nie różni od swojego pierwowzoru węgierskiego. Eznek a lengyel huszárnak a képe jelen, ebben a formában semmiben sem különbözik az akkor Magyarországon jellemző magyar huszároktól. Az egyetlen különbség talán csak az lehetett, hogy nem magyarul beszélt. De ugyanakkor a szíve olyan volt, mint a magyaroké. Rzeczypospolita to jest związek dwóch nacji, Polski i Litwy. A Rzeczpospolita, tehát a nemesi Respublika, a nemesi köztársaság két nemzetből tevődött össze, a lengyelből és a litvánból. Litewski huszárs wczesny wygląda tak samo jak polski i węgierski. És a korai litván huszár pontosan ugyanúgy nézett ki, mint a lengyel huszár és a magyar huszár abban az időben. Jazda lekka. Könnyű lovasság. Która używa taktyki wojny średniowiecznej. A könnyű lovasság, amely a középkori hadászati taktikákat alkalmazza. I pierwsza sytuacja wojenna, w której ta forma wojskowości okazuje się bardzo skuteczna, pojawia się w roku 1514 w czasie bitwy pod Orszą. És az első olyan nagy esemény, amelyiken ez a katonai taktika és ez a hadászati taktika megjelenik, az 1514-es Orsa melletti ütközet volt. Na tym fragmencie obrazu widzicie prawdopodobnie samych Węgrów. Ezen a képen nagy valószínűséggel nagy számban látunk magyarokat is. Za ich plecami stoją ciężko zbrojni kopijnicy. Ő mögöttük sorakoztak fel a nehéz lovas kopjások. Bitwa pod Orszą jest ważna dla historii środkowej Europy, dlatego że ona tak następne kilkadziesiąt lat zatrzymała ekspansję Rosji. Ez az orsai ütközet azért fontos a közép-európai történelem szempontjából, hiszen évtizedekre megállította a moszkvai előrenyomulást. Była też takim istotnym etapem w historii, którym uznaliśmy, iż dawna forma wojskowości średniowiecznej, czyli użycie kopii, może być skuteczna na polityce. De ugyanakkor azért is nagyon fontos, hiszen ez volt az az esemény, amikor láthattuk azt, hogy a középkori kopják alkalmazása hatékony tud lenni a későbbi időszakokban is. I tu znowu przechodzimy do przyjaźni polsko-węgierskiej. És most ismét egy olyan ponthoz érkezünk, ahol a magyar-lengyel barátságról kell szólni. 1576-ben na tronie Rzeczypospolitej zasiada Stefan Batory. Az úr 1576. esztendejében a lengyel trónon Bátori István, a lengyel trónt Bátori István foglalja el. Jeden z największych wodzów Rzeczypospolitej. A lengyel nemesi köztársaság egyik legnagyobb hadvezére. A huszári polskiej jest to postać wyjątkowa. A lengyel huszárság szempontjából ez egy rendkívül kiemelkedő személyiség. Jedna z pierwszych jego decyzji. Az egyik első döntése, az első királyi határozat, amit meghozott. Królewski, czyli dekret królewski wydany w pierwszym roku jego panowania w Rzeczypospolitej.
első királyi dekrétuma, amit kiadott a uralkodásának első évében. W tym momencie czynimy pewien skrót. Egy kicsit most leegyszerűsítjük a dolgokat. Król Stefan nakazał przekształcić swoje trzy chorągwie królewskie, chorągwie husarskie. Ebben a rendelkezésben a három három királyi zászlóalját huszár zászlóaljá formálja át. Nem lenne ebben semmi, ebben nem lenne semmi különös, mert hozhatott ilyen döntést. De ugyanakkor ez egy rendkívül korszakalkotó teendős volt. Három zászlóaljat alakított át. I określił sposób wyposażenia, uzbrojenia. Meghatározta ezeknek a zászlóaljaknak a felszerelését, a zászlóaljak a fegyvernemek kialakítását. Które stanowiły wzorzec dla następnych przynajmniej trzech pokoleń. És ez a elkövetkező három ember öltőre nézve meghatározta ezt a formációt. Wszyscy następni królowie elekcyjni wzorowali się na stylu i decyzji Stefana. Az összes további választott király Bátor István lengyel király dekrétumaira alapozta a további döntéseit. Tego momentu Husaria zostaje uznana za jazdę ciężką. Innen, ettől a ponttól kezdve a lengyel huszárságot nehéz lovasságnak nevezzük. Aczkolwiek ta ciężkość De az, hogy nehéz lovasságról beszélünk, nem feltétlenül a páncélzatról, nem a páncélon múlik. Itt elsősorban a lovasság felhasználás, tehát a haderő, mint felhasznál, a használati módjára vonatkozik ez a nehéz szó. Ez egy elit lovasság volt. Bierze oczywiście początek z Węgrów. Az eredete természetesen magyar. Ale widzi też doświadczenia z Turcji. De a török tapasztalatokat is beépíti. To nie jest nic dziwnego. Ez nem egy furcsaság, ez teljesen szokványosnak mondható. Pozwolita graniczy z państwem otomańskim. Hiszen a lengyel nemesi köztársaság határos az oszmán birodalommal. És nem csak katonai befolyás van itt, de a kultúra és a szokások tekintetében is. Ennek a súlyát, ennek a helyzetnek a mai napig sokan nem fogják még fel. Na początku XVII wieku żołnierza tureckiego i polskiego, tylko fachowcy mogą to rozróżnić. Hogyha a 17. század elején egymás mellé állítanánk egy török és egy lengyel vitézt, akkor csak a szakértők tudnának felhívni a különbségekre a figyelmet. Mówię, tego jest, że Polacy uzyskali pewnego rodzaju geniusz pojmowania, że najlepsze formy wojskowości można pojąć od przeciwnika. És ez annak is köszönhető nagy mértékben, hogy a lengyelek eljutottak arra a pontra, hogy felfogták azt, hogy csak akkor lehet sikeresnek lenni az ellenséggel szemben, hogyha sokat átveszünk az ellenség hadviselési módjáról. Rövidítenem kell. Husaria osiągnęła swój najwyższy poziom jakości w połowie wieku XVII. A lengyel huszárság a 17. század közepére érte el a legmagasabb színvonalát. Pierwszy punkt, elitárnos jazdy. Elsősorban a lovasság elit mi volta? Elitárnos polegająca na tym, że szlachta wystawiała poczty huszárskie za własne pieniądze. Az elit mi volt abban nyilvánult meg, hogy a nemesség a huszár
századokat a saját pénzéből finanszírozta. Wystawienie pocztu było równowarte na początku wieku XVII z dwuletnim dochodem ze średniego folwarku. Egy ilyen század felállítása nak az értéke egy paraszt, tehát egy gazdaság két éves működésének a bevételéből volt lehetséges. Zsolt huszárgi volt tak o wiele wyższy niż wszystkich innych formacji. A huszárságnak a zsoldja a legmagasabb volt az összes többi hadnemhez képest. Ale przykład konkretny pokazuje, iż zsolt wynoszący kwartalnie, kwarta, 41 złotych. Ami a legjobban ezt az mutatja, hogy a negyedévi kvartélyos 41 zloty értékű zsold był niewielką częścią kosztu wystawienia pocztu, który wynosił około 5000 zloty. Egy nagyon kis hányada volt az egész összegnek, amiben bekerült egy ilyen század kiállítása, amelyik 5000 zloty értéket képvisel. Wiele by można mówić o porządzeniu huszarskim. Sokat lehetne beszélni itt a huszárok felszereléséről. A német huszári bez megrúf. De hogy nincs huszárság magyarok nélkül. I bez koni. És lovak nélkül. To, co Rzeczypospolita uczyniła u połowy wieku XVI i początku XVII, był geniusz hodowlany. Az, amit a lengyel nemesség véghez vitte a 16. század közepétől a 17. század elejéig, az a tenyésztésnek a zsenialitása volt. Dawne, solidne konie rycerskie polskie. A régi lengyel vitézi lovak zostały zbogacone rasami wschodnimi. Ezeket a lovak lófajtákat gazdagították a keleti lófajtákkal. Lengyelországban ezeket törököknek hívták, már a ló fajtája. A főkonye, kazaszki, kabardinszki, perszki. Kazakh, kabard és perzsa lovakról beszélünk itt. I bardzo przemyślane domieszki zachodnie. És nagyon, nagyon jól átgondolt nyugati keverékek felhasználásával. Andalúziai... Janet. Koń staje się wartością militarną, tak cenną, iż za sprzedaż konia za granicę bez pozwolenia musi wartować. Olyan nagy értéket képviselt a ló tenyésztés tudománya abban az időben, hogy az, aki arra merészkedett, hogy eladjon egy ilyen lovat külföldre, azért ezért halál járt. Halálos ítélet volt eladni egy ilyen lovat külföldre. Mi volt tehát miért lehetett győzni a csatatéren? Mi volt a legfontosabb? Elsősorban a hadvezér. Mögötte áll a katona. Hetman Jan Tarnowski powiedział, jeżeli dowódca jest lwem, to żołnierze muszą być leniami. Jan Tarnowski, hetman, tehát királyi hadvezér azt mondta, hogy ha amennyiben a hadvezérek oroszlánok, akkor a katonáknak szarvasoknak kell lenni. Ha másképp van, másképpen alakul, akkor az már rossz. Zatem skupiam się teraz na dowódcę. Tehát most a vezetőkre fogok összpontosítani. Hetman Jan Karol Chodkiewicz. Jan Karol Chodkiewicz, hetman, királyi hadvezér. Człowiek, który dokonał największego dzieła wojennego w historii Europy. Európa történetében a legnagyobb hadászati eredményt érte el. W roku 1605. Az úr 1605. esztendejében a lengyel haderő, amelyik ötszörösen kevés, tehát egy ötöde volt a svéd haderőnek. Inflanti a Lengyelország északi balti-tengeri partvidékeért folyt a harc, és most a statisztikák. Po stronie polskiej zarejestrowanych 100 zabitych żołnierzy polskich. Lengyel oldalon 100 vesztes, 100 halott katona. Po stronie szwedzkiej 9000. A svéd oldalon 9000.
Következő nagy csata, Hocsimi ütközet. Jedno z ważniejszych miejsc opanowania inwazji tureckiej, otomańskiej. Ez az egyik legfontosabb helyszíne volt az oszmán birodalom megállításának. Több mint 100 000 török katona. Körülbelül 70 000 lengyel és ukrán vitéz a másik oldalon. Megállítják a török előrenyomulást. Zvítězstvo, které začínalo Turků na następné 50-60 Ez a győzelem ezen a hadszíntéren 50-60 évre állította meg a törököt. Ale oczywiście Turcja nie była naszym głównym wrogiem. Természetesen Törökország nem volt az egyetlen ellenfelünk. Keleten Moszkva állt. Jeden z największych wodzów Rzeczypospolitej był hetman Stanisław Żółkiewski. Az egyik legnagyobb hadvezér abban az időben Stanisław Żółkiewski hetman volt. Zatrzymał w roku 1610 inwazję, no, awarną inwazję Moskwy, bo to było wyprzedzające działanie, w bitwie pod Kuszynem. 1610-ben megállította Kuszino alatt a moszkvai sereget. Statisztikát nem adjuk meg, de számunkra kedvező volt. A következő nagy hadvezérünk, Stanisław Koniecpolski. Ustawa drugiego Adolfa, który próbował w ramach długiego frontu wojny 30-letniej zajmować Rzeczypospolitą. Gustav Adolf seregét, svéd seregét állította meg, aki a 30 éves háború keretében szerette volna Lengyelországot is megtámadni. Gustav II. Adolf po bitwie pod ścianą powiedział, że w takich tarapatach nigdy w życiu nie był. És itt a ściana alatti csata után Gustav Adolf azt mondta, hogy ekkora nagy bajban még sose került. Król Jan III. Sobieski. És harmadik Sobieski János. Obrońca nie tylko Rzeczypospolitej, ale całej Europy. Nem csak a lengyel nemesi köztársaság védelmezője, de egész Európa védelmezője. No, przyszło nam statać bitwę z Turkami. És ismét a törökkel kellett hadakoznunk. Zatrzymaliśmy ich pod Hocsimiem w 73. roku. Ismét megállítottuk őket Hocsim alatt 1673-ban. Ale tak naprawdę wielką sławą okrył się nasz król dzięki obronie. De a nagy dicsőséget a Sobieski királyunknak a bécsi ütközet hozta meg. I teraz ostatnie 10 sekund. És most az utolsó 10 másodperc. Rzeczypospolita oparta jest dalej o huszári. A lengyel nemesi köztársaság még mindig a huszárságra épül. Jestem wielce szczęśliwy, że mogę dowodzić honoru huszárską marszałka województwa pomorskiego. Nagy örömömre szolgál, hogy a pomorskie megyei huszár ezredet vezethetem, amelyik a lengyel nemesi köztársaság hatalmas véderejét jelenti. Pomorze tenger melléki megyében vagyunk, a Gniew várában. A katonáim továbbra is a lengyel nemesség elítjét képezik. Hiszen ugyanolyan költséges ma is egy ilyen katonának a felszerelése. Továbbra is köszönjük a török körök testvéreinknek, a fegyvernemeinknek a stilizáltsága az továbbra is tőletek származik. Jednym z największych przedsięwzięć Rzeczypospolitej rekonstrukcyjnych jest bitwa pod Gniewem z roku pańskiego 1626. Az egyik legnagyobb hagyományőrző esemény Lengyelországban a gniewi csatának a rekonstrukciója 1626-ból. Nie walczymy tylko ze Szwedami. Szerencsések, csak a svéddel szemben vagyunk. Generalnie nie lubię wojny. Akik alapvetően nem szeretnek háborúzni. De jó a gyalogságuk. Amely sajnos mindig, minden esetben
elesik a lengyel huszársereg nyomás alatt. Dzisiaj, drodzy państwo, parę zdjęć z naszej inscenizacji. Pár fotót mutatnék be a mi hagyományőrző eseményünkről. Ta vojna jest naprawdę. Ez a csata. Ez valóban lezajlik. Truk kładzie się nie gęsto. A hullák elég sűrűjével hullanak. Ale bronimy Rzeczypospolitej przed inwazją szwedzką. De védjük a nemesi köztársaságunkat a svéd nyomás alól. Főleg a lengyel huszárság segítségének köszönhetően. Mam nadzieję. Remélem, że przyjdzie taki moment, że wszyscy uczestnicy tej pięknej konferencji, hogy eljön az az idő, amikor egy ilyen konferenciának az összes résztvevője przyjadą jako nasi sojusznicy. Elérkeznek, meglátogatnak minket. Udział w naszym wielkim wojennym przedsięwzięciu. És részt vesznek a mi nagy katonai eseményünkön. I na własnej skórze. És a saját bőrükön meg. A saját bőrükön megtapasztalják a lengyel huszárság hatalmát. Köszönöm szépen.